Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 3-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Itt ezen a képen a fő papnőt láthatjuk. Természetesen lehet az, hogy őt vallási vagy spirituális dolgok foglalkoztatják, de a férfiak nem nagyon hajlamosak erre, inkább én úgy gondolom, hogy ami őt foglalkoztat, az az ő sorsa, és hisz abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt, ennél a képnél látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. A tűz eleme utal a bátorságra, a lelkesedésre és a testi kapcsolatra is, de itt nem egy férfi van ennél a képnél, hanem egy hölgy. Tehát ez a nőies energia. Az lehet, hogy neki most vannak elvárásai, és vár arra, hogy ti mutassátok ki a lelkesedéseteket, hogy ti legyetek bátrak, és hozzatok döntéseket. És mit tudtok ti elvárni tőle, azt mutatja a következő kártya. Amit eddig láthattunk, hogy ő bízik abban, hogy lesz egy sorsdöntő fordulat, jobban alakulnak a dolgok nála vagy nálatok, és ő ezt érzi is, megvan a bátorsága, a lelkesedése, de ő ezt nem mutatja ki, hanem vár arra, hogy ti erősítsétek őt. De nem éri meg, mert akkor ő túl magabiztos a dolgában, inkább várjatok pár napot vagy egy-két hetet, amíg ő jelentkezik, amíg ő aktív lesz, és pontosan ezt mutatja ez a kártya. Ha ti türelmesek vagytok, látni fogjátok az eredményt. Türelem rózsát terem, és jól fognak alakulni a dolgok, mert ő tesz akkor lépéseket. A kártya középen mutatja a napi energiát, és ez egy lelki üzenet. A sárkányod szeretete megérint, és megnyílik az igazságok mezője. Ha sárkányról van szó, akkor mindig kármikus témáink vannak. Ha ez a sárkány bennünket megérint, akkor ismer bennünket, tehát a múltról van szó, kármikus témákról, és az igazság mezője az a jövő. Nézzünk ezzel szembe. Ne felejtsük el a múltat, de zárjunk le olyan témákat, ami elszomorít bennünket. Ez volt a három kérdőjeles jóslásom, de szeretnék még valamit közölni veletek. Minden hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Ebben a hírlapban tudatok egy témát, leírom azt, hogy mi várható a következő hónapban az asztrológia szerint. Egy angyalt is bemutatok, azon kívül mindenki részére, aki ezt a hírlapot megrendeli, havonta van egy jóslás asztrológiával fele áron. Ha szeretnétek ezt a hírlapot megrendelni, megtehetitek e-mailen keresztül, és automatikusan jön akkor ingyenesen minden hónapban. Az e-mail címem newsletter@denderasuzannamedici.com. Azon kívül a Facebook oldalaim. Az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Suzanna Medici. És ott naponta közlöm veletek azt, hogy mi várható a maja naptár szerint. Ne ijedjetek meg, ha németül van írva, kicsit lejjebb, ott van a magyar fordítás is. Nem csak a napi energiát közlöm veletek, hanem azt is, mikor indul egy új hullám. A maja naptárban egy hullám mindig 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. És ahogy egy hullám kezdődik, az kihat akkor a következő 13 napra. Természetesen azt is közlöm, hogy mikor nyílik egy égi kapu a plejádok felé a maja naptár szerint. Amit még hozzávettem, az a hold állása, mi történik új holdtól teli holdig, vagy mi történik teli holdtól új holdig az asztrológia szerint. Ez egy ilyen előre jelzés. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam minden jóslásnál 3500 forint, ha ezt asztrológiával szeretnétek, tehát a jóslás és hozzá még asztrológia, akkor a díjam 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!